Sziasztok! Ma este én fogom tartani a bevezetőt. Igazából két dolog az, ami az én identitásomat alkotta ideig. Az első, amivel kezdeném, az a pszichológus tanhallgató, aminek most csütörtökön vége lett, és azért kell ezzel kezdenem, mert ez a ti segítségetek nélkül nem jöhetett volna létre. 71-en töltöttétek ki tehát a szangából. És sikerült, megírtam a szakdolgozatomat, megvédtem, úgyhogy most már nem vagyok pszichológus tanhallgató, hanem pszichológus lettem. Úgyhogy köszönöm szépen mindenkinek, aki kitöltötte. És a bevezető az a másik feléről fog szólni, ami igazából az életemnek a legnagyobb részét töltötte ki eddig, jóval több, mint a felét, az pedig a kutyázás, amit hát most már 15 éve gyakorlok, és ezen belül 13 éve agilitizem. Ez egy külön műfaj a kutyázásnak, ami egy olyan sportág, amiben egy akadálypályán kell végigfutni a kutyával. Nincsen közöttünk semmilyen kötelék, tehát fizikai kötelék nincsen, hanem csak szavakkal és a testjelekkel irányítom a kutyát. Tehát ez egy ilyen, azt szokták mondani, hogy a kapcsolat sportja a kutya és az ember között. És azon felül, hogy 13 éve versenyzem ebben, 6 éve edzéseket is tartok, úgyhogy ez is most már a része a dolognak. És hogy lássátok, hogy mennyire ekköré szerveződött az egész életem, igazából egy pár eredményt szeretnék elmondani, hogy már 8-szor válogatottak voltunk a világbajnokságon, és 2017 óta minden évben Európa-bajnokságra járunk a kutyákkal. Kétszeres országos bajnokok vagyunk, és hát gondolhatjátok, hogy ennyi idő alatt ez igazából heti rendszerességgel edzéseket igényelt, és a legtöbb barátom e köré szerveződik. Úgyhogy tényleg ez volt a veleje az életemnek. Aztán jött az öngyakorlat. 3 évvel ezelőtt kezdtem. És hát szerintem nagyon-nagyon sokunkban, meg ahogy így beszélgettem a szangatagokkal, tényleg sokakban megfogalmazódik az, hogy amikor egy kicsit már így beleérez a gyakorlatba, hogy hát ebben van az igazság, és hogy hát ennél tutibb dolog nincsen, mint az öngyakorlás, úgyhogy igazából ezt kell csinálni, és hát szerzetes akarok lenni, mert hát akkor tudok segíteni az összes többi érző lénynek. És hát ez bennem is így megfordult az elején, és amikor ebben voltam, akkor úgy gondoltam, hogy a kutyázás, amiben pedig már 10 éve benne vagyok, az nem igaz, az hiteltelen. És így igazából csak elpazarlom az életemet valami olyanra, aminek nincsen értelme, mert azzal nem tudok segíteni az embereknek, nem adom át ezt a sok igazságot, amit mi itt megtapasztalunk bent, megolvasunk a tanításokban. Úgyhogy nem láttam, hogy mi ennek az egész kutyázásnak az értelme, és feleslegesnek tartottam. Ráadásul ott volt a versenyzés, ami meg még inkább így betetőzte ezt az egészet, és feltette magamnak a meditációk során a kérdést, hogy hát mi értelme van a versenyzésnek. Hát jó dolog, ezekkel az értékekkel én azonosulni tudok, hogy én összemérem a tudásomat másokkal, jobb akarok lenni másnál, mármint hogy ezek így a versenyzésnek a definíciói, hogy én győzni akarok, hogy erről szól-e vajon a versenyzés. Aztán sem ezek az értékek nem tetszettek nekem, sem az a gondolat, hogy ezt az egészet feladjam, ami köré az egész életem formálódott, ezek nagyon, nagyon is reálisan felmerültek bennem. És mivel nem éreztem helyesnek egyiket se, igazából csak folytattam tovább mindent úgy, ahogy volt, a gyakorlást is, meg a versenyzést is, és hát hagytam, hogy a válasz az megmutassa magát. Úgyhogy elkezdtem, a versenyek előtt szoktam célt állítani, hogy mégis mit szeretnék attól a versenytől, és ez korábban mondjuk úgy nézett ki, hogy szeretnék mind a két kutyámmal hibátlan futni, vagy voltak ilyen részletek, hogy egyes akadályokon szeretném, hogyha mondjuk szépen megcsinálná az új tanult dolgokat. És a gyakorlás során úgy alakultak át ezek a dolgok, hogy az lett a cél, hogy legyek jelen a versenyen.
és akkor részleteiben megfogalmazva legyek jelen a bemelegítéskor, van egy úgynevezett pályabejárás része, amikor megtanuljuk a pályát, hogy utána meg tudjuk mutatni a kutyának, mert a pálya az mindig más. És talán még egy fontos részlet számotokra, akik nem ismeritek a sportot, hogy nagyon-nagyon apróságokon múlik ebben a sportágban, hogy egyáltalán hibát szerez-e az ember, vagy hibátlanul futja le, vagy pedig az idő az még nagyon fontos, azt is mérik. Század másodperceken múlnak helyezések. Egy Európa-bajnokságon egy másodpercen belül, szóval az Európa-bajnokságon egy másodpercen belül 25 kutya van például. Úgyhogy minden apró mozdulat, ami hibás, az legalább időhibával jár, és az helyezéseket csúszik az ember olyankor. Egy hibával pedig már nagy versenyen esélytelen bármit is elérni. Úgyhogy az új célok azok voltak, hogy legyek jelen a bejáráskor, tervezzek meg mindent pontosan, a bemelegítéskor is legyek jelen, és amikor a pályára állunk, akkor is teljes fókuszban tudjam tartani az elmémet. És a tavalyi válogató az ennek egy ilyen nagyon, nagyon jó példája volt, amire úgy sikerült elmennem, hogy így, arra nem emlékszem, hogy 3 napos vagy 10 napos elvonulás volt, de egy elvonulás után sikerült mennem rá. És a válogató az Magyarországon az egyik legfontosabb verseny, mert hogyha ott jól teljesít az ember, akkor mehet a világbajnokságra és az Európa-bajnokságra, ami pedig a két legnagyobb verseny. És hát ezek iszonyatos élmények, ezek a versenyek. Úgyhogy ezért küzd a magyar mezőny. Na és erre a válogatóra mentem el tavaly, az első fordulóra, ilyen célokkal, és azt hiszem, hogy ott teljes mértékben sikerült ezt teljesíteni. Szóval gyakorlatilag olyasmit próbáltam kivitelezni, mint amit itt a teremben. És persze jöttek a gondolatok, nagyon sokszor feljött az, hogy hú, ha most látom, hogy néz az a versenytársam, aki mondjuk tudom, hogy annyira nem kedvel, most vajon ő mit gondol, aztán rajta kaptam, hogy na, itt ez a gondolat, amire semmi szükségem nincs, és egyébként is most a bemelegítésre koncentrálok. Úgyhogy megmosolyogtam, és akkor tovább léptem. Úgyhogy így telt ez a válogató, és még amit el szeretnék mondani, hogy amit így beépítettem a versenyzésbe, és ilyen abszolút ide kötődik, és nagyon-nagyon jó élményt ad, az a start, mielőtt elindulunk lefutni a pályát. Ott is kialakult egy olyan szokás, hogy amikor leültettem a kutyát a startpontra, én meg kisétáltam oda, honnan én indultam, akkor egy pillanatra megálltam, és csak hagytam, hogy így visszazökkenjek a pillanatba. Befókuszáltam az akadályokat, amik előttem voltak, és akkor utána, amikor elindultunk, csak hagytam, hogy így megtörténjen a futam. És akkor olyan élmény jött, ami igazából egy ilyen egyéválás, azt hiszem, a kutyával, amikor ugyanazt csinálja a kutya, amit gondolok, amit én szeretnék, és ez egy ilyen hihetetlen élmény ebben a sportban. Erről az egyéválás élményről még szeretnék egy olyan példát elmondani, ami nagyon szemléletes nekem, hogy mennyire rá tudnak hangolódni, vagy mennyire rá tud hangolódni két lény egymásra. Bemelegítésekkor történt meg az, hogy szoktam egy olyan bemelegítést végezni, hogy futok, mellettem a kutya póráz nélkül, és csak mondok neki egy pozíciót, ül, fekszik vagy áll, és akkor ő azt megcsinálja, viszont én futok tovább, tehát hogy csak ő lesz stabil. És elkezdte azt csinálni az egyik kutyám, hogy még mielőtt kimondtam volna a szót, megcsinálta azt, amit kigondoltam. Tehát, hogy így nagyon komolyan és elég stabilan ezt így hozta. Tehát igen, csak működik ez a dolog. És hát igen, tehát ebből jön, hogy iszonyatosan jó tükreink a kutyák, és nagyon-nagyon sok mindent tanítanak igazából. Már csak az is önmagában, hogyha valaki vállal egy ilyen állatot, az egy óriási felelősség, mert hogyha valakinek van egy kutyája, akkor azt egész élet, tehát hogy a kutya az egész életét vele fogja tölteni, az összes pillanatát onnantól kezdve, hogy hozzákerült. Szóval innentől kezdve minden felelősség a gazda kezében van, és a sportkutyázásban pedig ezt így szoktuk mondani, hogy a hibáknak a 95%-a az a gazdái. Nagyon-nagyon ritkán van az, hogy egy kutya hibázik. Tehát, hogyha az alapjaiban jól van kiképezve, megfelelő a motiváció és megfelelő a technikai tudás, akkor a kutyák
olyan példaértékűen mindig 100%-ot adnak, hogy az tehát, hogy ilyen hihetetlen. És hogyha valami nem jó a kiképzésben, akkor ott nagyon szépen megmutatkozik az ok és okozatiság, és jönni fognak a hibák, hogyha kimaradt egy lépcső a tanításból, akkor ott az megjelenik, és nem a kutya hibája lesz, hanem a miénk. Úgyhogy azt hiszem, hogy ez a 100%-os odafigyelés és beleadás, ez nagyon-nagyon példaértékű az emberek számára. Azt hiszem, hogy azért ez így sokunknak, akiknek akár van kutyája, ismerős, hogy a szeretet, amit adnak, az mennyire feltétel nélküli. Tehát, hogy ezt így... Szóval, hogy ez nagyon ritka, hogy egy ember mondjuk így tudjon szeretet adni, hogy nem baj, ha későn jössz haza, akkor is ugyanannyira boldog, mint hogyha időre jöttél volna haza, és egyszerűen nincsenek ennek feltételei. Azt hiszem, hogy ennyit szerettem volna elmondani így a csodálatukról. És még a tükrözésről így egy versenyélmény. Ez is tavaly történt a világbajnokságon, ahol mind a két kutyámmal kvalifikáltunk, és mind a kettőjükkel lefutottam az első futamot hibátlanul. Két futam van, és az összetett eredmény alapján jön ki a végső eredmény, és a második futamra nagyon-nagyon rákészültem, itt is már az volt a cél, amit elmondtam, hogy a jelenben legyek, és mind a két futamban egy-egy pillanatra nagyon nyilvánvalóan bejött egy-egy gondolat, és abban a pillanatban mind a két futamnak vége volt. Az egyik kutyámnál csak elindult egy késés, ez egyik ponton már nem odaértem, ahova szerettem volna, és akkor ez így szépen tolódott az akadályok mentén, és az egyik pillanatnál eszembe jutott, hogy nem fogok odaérni az egyik oldalváltásra. És egy olyan hiba következett be, amire így nem is gondoltam, a kutya csak odajött hozzám. Tehát egészen odáig, amíg tiszta volt a tudat, addig tudtam menteni a helyzetet, és ahogy bejött egy gondolat, vége volt, és bejött a hiba. A másik kutyánál pedig csak annyi volt, hogy ott pedig túl hamar értem oda valahova, ezt észrevettem, és csináltam egy olyan oldalváltást, amit ez egy ilyen technikai részlet, amit be se terveztem a pályába, úgyhogy ott is abban a pillanatban kizártak a versenyből, mert egy olyat hibáztunk. Úgyhogy nagyon tanulságos volt, és ez nekem egy ilyen további motivációt adott tavalyról, hogy akkor gyakorolni kell továbbra is a tiszta tudat megtartását, mert ez a versenyeken is nagyon élesen kijön, hogyha elvesztem a tiszta tudatot. Tehát akkor visszatérve erre az eredeti kérdésre, hogy mi is ez a versenyzés, sikerült átfogalmazni ezt az egészet magamban, és ami biztos, hogy a versenyzés igaz, az, hogy ez egy nem komfortos helyzet. Tehát ha valahol, akkor itt tudom tesztelni, hogy ami az edzésen jól megy, az vajon nehezített körülmények között hogy megy. Tehát hogyha egy versenyen mennyire tudom megtartani a tiszta tudatot, ahol egy kicsit izgulok, mert ott vannak a többiek, mert néznek, és mert szeretnék jól teljesíteni. Úgyhogy mindenképpen egy ilyen jó teszt arra, hogy mennyire vagyok mentálisan is felkészülve. És ez, hogyha valami... Ugye a versenyre direkt megyek el, de azt hiszem, hogy ez egy alapvető jó teszt az életben, és hogyha egy olyan helyzet elé kerülünk, ami nem komfortos, ami kihoz minket a komfortzónából, akkor arra hogyan reagálunk. És ez egyébként a zen által, mióta így a gyakorlatban benne vagyok, azóta abszolút így tekintek bármilyen nehézségre, ami följön. Mert azért a gyakorlás által lehet egy jó mértékű nyugalmat kapni, és egy jó mértékű biztonságot, hogy minden rendben van. És amikor jön egy probléma, akkor azért mostanában már persze eleinte így csodálkozom, aztán az az érzés jön, hogy na végre valami, amit meg kell oldani, és akkor az egy ilyen helyzet, mint ami szerintem a verseny egy direkt, mint amit a verseny egy ilyen direkt szituációként teremt. Úgyhogy feladat és lehetőség van szerintem egyrészt a versenyekben is, másrészt mindenféle problémákban, amik felmerülnek. És ami másik
pont, amit megtaláltam így a versenyzés kapcsán, hogy mi az értelme az egésznek, az az, hogy igazából ebben a sportban úgy működik, hogy aki eredményes versenyző, az általában edzővé válik, vagy az tud edzővé válni. És ugye a kérdés, ami felmerült az gyakorlás elején, hogy akkor most így hogy lehet ezt a nagyon szuper tudást, amit, vagy szuper tanítást, amit mi itt megtapasztalunk, ezt továbbadni. Igazából azoknak az embereknek, akik a kutyás világban vannak benne, és nagyon-nagyon belehabarodnak, azoknak ez az a csatorna, amin keresztül ezt szerintem közvetíteni lehet, és nem közvetlenül a tanítást gondolom, hanem egyáltalán, hogy azzal az attitűddel és azokkal a technikákkal van ott az ember egy edzésen. És abszolút, tehát hogyha egy példát kell mondanom az életemből, ahol így magától megjelenik a tiszta tudat, és hosszú távon meg tudom tartani, az nekem a szeminárium tartás, ami egy ilyen hosszú edzés. Tehát, hogyha meghívnak valahova külföldre, vagy valami vidéki városba egy ilyen egésznapos eseményre, akkor ott azért kőkeményen 12 órákat kell jelen lenni, és folyamatosan figyelni a tanítványokat, hogy ők mit csinálnak, és elmondani a véleményt, illetve nem a véleményt, hanem segítséget nyújtani nekik az edzésben. És ezek az alkalmak olyanok, hogy 12 óra és full koncentrálás, és ez az egyetlen helyzet az életben, amikor ez teljesen magától jön nekem. Úgyhogy végül nem döntöttem úgy, hogy abba hagyom ezt az egészet, amit csinálok, pedig nagyon-nagyon komoly dilemmába voltam vele, hanem úgy döntöttem, vagy hát, hogy megmutatta magát ez az egész, hogy ez a helyes út számomra, nem véletlenül kerültem ebbe bele. Szóval azt hiszem, hogy számomra ez az a hely, ahol 100%-ot tudok nyújtani, és ahol folyamatos bennem a törekvés arra, hogy új dolgokat találjak ki, fejlődjek benne. És talán az emben ugyanez, és hát, hogy az emben ugyanerre van lehetősége mindenkinek, csak az benne nagyon jó, hogy nem körülményekhez kötött. Tehát, hogy amit itt keresünk, és amiben itt szeretnénk 100%-ot elérni, ahhoz nem szükséges semmilyen körülmény, semmilyen eszköz, hanem ez mindig velünk van. Viszont úgy, mint mondjuk egy sport, vagy bármilyen hivatás, ez sem működik 100% nélkül. Szóval ezt is csak profin lehet. Úgyhogy ennyit szerettem volna. Van a kutyának buddha természete? Szerintem van. Én Buddhával értek egyet. Csak Drew volt a másik. Úgyhogy szerintem van a kutyának Buddha természete.